Tisztelt nyugdíjas honfitársam! Már több mint egy éve dúl a háború a szomszédunkban. Háborús időkben védelmi költségetésre van szükség, amely megvédi az ország biztonságát, a családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjakat és biztosítja a rezsivédelmet. Magyarország kormánya a nyugdíjasokkal kötött megállapodás értelmében háborús időkben is megőrzi a nyugdíjak értékét, biztosítja az infláció követő nyugdíjemelést és garantálja a már teljes egészében visszaépített és megemelt 13. havi nyugdíj folyósítását. A 2010 előtti baloldali kormányok a bajban nem segítették a nyugdíjasokat, hanem még nagyobb terhet róttak rájuk. Elvették a 13. havi nyugdíjat és egyszer sem fizettek nyugdíjprémiumot. Mi azonban kiállunk a szépkorúak érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat. Az idősek most és 2024-ben is számíthatnak Orbán Viktorra és Magyarország kormányára. Háborús időket élünk, nehéz helyzetben vagyunk, és ezt sajnos a nyugdíjasok is érzik, de azt is érezzük, hogy odafigyelnek, támogatnak minket.